Valahogy így. Jó. Sziasztok, a nevem Csibi úr, és a héten Andi elkészítette a PlayStation Community-s avatáromat. Szerintem eszméletlen jól sikerült. Yeah! A mai játékban nem volt még a PlayStation Plus kínálatában, mert nagyon régóta szemeztem vele a PSN Store-ban. Ez a játék nem más, mint a kemény 5 kanadai dolláromba kerülő Home, a Unique Horror Adventure. Home nem mai darab. 2012-ben jelent meg a Benjamin Rivers Inc. égisze alatt, mely céget személyes fejlesztője a névadó Benjamin Rivers. 2012 óta a játék megjelent a Steamen, iOS platformon és a PS Vita mellett természetesen PS4-en, melynek a játék végre ki tudja használni a Next Gen grafikus képességeit. Persze csak viccelek, a Home Pixel grafikus világa pont úgy néz ki, ami simán elfut a Commodore 64-en szaggatás nélkül. Oké, mielőtt kollektívan belevernétek a csúfot, hogy... De hát nem azért vettem a PS4-et, hogy ilyen pixeles foskat játszak rajta, ha blablabla. Csak várjátok ki a kritika végét. Ahol már indításkor elég egyedien kezd, figyelmeztetve minket, hogy bár van autószév, inkább szálljunk rá egy-másfél órát, hogy végigvigyük együtt a helyünkben, és tegyük mindezt a sötét helyen fejhallgatóval. Itt az idő tehát használni a PS4 kontrollertán leghasznosabb funkcióját, a kontrollerbe dugható fülest. A játék nem is hazudik a becsült végigjátszási idővel, az első gameplay közel 50 perc alatt vittem végig, a második esetben picit körültekintőbb volt, amit pár perccel tartott egy óránál tovább. Karakterünk egy idegen ház random szobájában ébred és semmire nem emlékszik. A szembe szobában hamar felfedezzük a holttestet, ami után leginkább az a célunk, hogy valahogy hazajussunk a feleségünkhöz, Rachelhez. A mutunk során sok olyan gyanús jelet találunk, ami arra utal, hogy Rachel nincs biztonságban, a helyzeten nem segít az erre több felbukkanó holttest. A gameplay során sok az elrejtett információ, melyek megtalálása nagy hatással van a végkifejletre. A balra jobbra mozgáson kívül csak a zseblámpánkat tudjuk egy kis szögbe felfelé mozgatni, nincs se ugrás, se ütés vagy guggolás. A járkálás közbeni fehér keretes tárgyakkal való interakció az egyetlen irányítási opció. Majdhogy nem minden interakciót egy szöveges rész követ, melyben a karakterünk narrálja saját gondolatait. A tárgyakra sokszor érdemes kétszer, néha többször is rákattintani az, hogy más eredményt kapjunk. Itt például egy bereteszelt ajtót sikerült úgy kinyitnom, hogy második klikre sikerült betörnöm az ajtót. És elérkeztünk a Home azon részéhez, melytől lesz megérdemelt a címben levő Unique szó. A szövegablakokban rendre választás elé vagyunk állítva, és a játék a döntéseink meghozatalától függően változik. Nincs egy adott megoldás, nincs egy adott végkifejlet. A sztori a játékos interpretációjától függően formálódik, épp ezért a két végigjátszásom története totál különböző volt. Eldönthetjük, hogy felvesszük-e a fegyvert a földről, aminek később nagy jelentősége lesz, eldönthetjük, hogy elolvassuk-e a levelet, ami nem nekünk van címezve, sőt, a történet legkritikusabb pontja is minket állít döntéshelyzet elé. Valahogy úgy, mintha olvasnád a Harry Pottert, és az utolsó könyv végén, mikor Harry meg Voldemort összecsap, a könyv azt írná, hogy kedves olvasó, ha Voldemort halt meg, lapozza 700. oldalra, ha Harry halt meg, lapozza 800. oldalra. Emiatt is, és a játék korlátozott mozgástere miatt a Home nem is nagyon nevezhető a szószoros értelmében vett videójátéknak. A creepy hangulatot köszönhetjük a sötét elhagyatott háttérzenének és a mesterien kísérteties hangeffekteknek, kedvencem a szabadtéri vaskerítés lélekölő csikorgása. Come on! És akkor most beszéljünk picit a pixelekről. Míg a videójátékipar kezdetekor a pixeles kinézet nem döntés volt, hanem kényszer, úgy nyilván egy új hullámos játék esetében a pixel grafika a művészi önkifejezés egy formája. Legyen a cél csupán a retro életérzés, vagy valami komolyan mögöttes tartalom, rengeteg zseniális játékot gyártottak már az ironikusan vektorgrafikus pixelekkel, gondolok itt a csatornán már bemutatott Orioli-ra vagy a Fez-re. Home esetében úgy éreztem, a pixel grafika meghatározó eleme volt a sötét és horrorisztikus hangulatnak. Az alig kivehető árnyak és formák pont annyi információt adtak, hogy képes legyek a fantáziában megrajzolni a részleteket, pontosan, mintha egy könyvet olvasnék. Ugyanez a játék egy gyönyörű Next Gen környezetben fel annyira nem lett volna ijesztő, hasonlóan, ahogy egy filmadaptáció sem lesz soha jobb, mint maga a könyv. A Home pixeleivel nem csak a történet irányítását adja a játékos kezébe, hanem a környezet értelmezését is, és azért az egész király. Összefoglaló. A Home erőssége, hogy rövid és számtalanszor végigjátszható, emellett pedig hangulatosan, majdhogy nem kellemesen nyomasztó, nem pedig ez a jumpscare-ekkel teli szívrohamos baromkodás. Negatívum viszont, hogy előbb mondanám egy interaktív szerepjáték történetnek, mint videójátéknak. Ajánlani a CSI meg Criminal Minds szörülteknek ajánlom, és azoknak, akiket nem taszít a már-már hipster szinteket elérő pixel grafika, viszont ha nem szeretsz olvasni és... Hogyha már idáig eljutottál a videóban, pontosan tudod, hogy neked való-e vagy nem. Nem? A PLC Podcast iTunes-ra tolása még folyamatban, az áprilisi számmal amúgy is késnek a szerkesztő kollégák. A kommentekbe írjátok le, hogy mit gondoltok a pixel grafikás játékokról, adtok-e nekik egy esélyt, hogy távolról elkerültek-e őket, mint a rossz pénz. Rossz pénz? Rossz pénz! Mi van, mit keresett még itt? Jövő héten folytatjuk. Csáá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 á
A mai játékban nem volt még a PlayStation Plus ingyenes kínálatában,